Majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt kezdődött látványos megnyitó ünnepséggel a 2017-es Győri EYOF. A fesztivál beírta magát a történelem könyvekbe, hiszen minden idők legjobb ilyen jellegű rendezvénye volt. Az olimpiai esemény szimbóluma pedig nem veszik feledésbe, hiszen a hétvégén már új helyére került az EYOF kocka hatalmas váza. A szimbólum Győr legnagyobb területű körforgalmát díszíti a jövőben. Győrben a körforgalmakat megszépítését célzó szakmai program már évekkel ezelőtt elindult, folyamatosan épülnek át és szépülnek meg a Győr-szor koordinálásában a városi körforgalmak. Ez a program idén is folytatódik, és egy rendhagyó helyszín itt az Újbácsai úton a középső körforgalom. Az Újbácsai útról annyit érdemes tudni egyébként a körforgalmairól, hogy a bevásárlóközpontnál, a boltnál lévő első és a településrész végén a hátsó körforgalom már korábban megszépült, és most elérkezett az idő a középső körforgalomnak a fejlesztésére is, és a szakemberek ide telepítik át az EYOF ünnepélyes megnyitóján korábban látható EYOF kockát. A kocka most már kültéri hasznosításra is alkalmas, de még közel sincs kész. A közeljövőben ugyanis Ponyvából rákerül majd az 50 résztvevő ország zászlaja, és speciális megvilágítást is kap a legendás szerkezet. Ráadásul a körforgalom növényzete is megújul, úgyhogy a középpontban természetesen az EYOF szimbólum lesz. Alapvetően az EYOF ünnepélyes megnyitójára ez beltéri használatra szánták ezt a kockát, éppen ezért az elmúlt időszakban egy fém megmunkáló műhelyben úgymond pihent az alkotásnak a vászszerkezete, ahol a szakemberek alkalmassá tették tartós kültéri használatra az EYOF kockának a vászszerkezetet, és szombaton daruk segítségével megtörtént a fölállítása. Tehát ami most látható az EYOF körforgalomban, az Újbácsa úton a középső körforgalomban, ez az EYOF kockának a kültéri vázszerkezete. Négy oldalára kerül majd rá a ponyva, amely tartalmazza az EYOF-on résztvevő 50 országnak a zászlóját. Amikor ez elkészült, akkor pedig növénytelepítés és gyeptelepítés következik az EYOF körforgalomban. Ez várhatóan augusztus második felében, augusztus 20-án lesz kész. A következő hetek tehát komoly munkával telnek majd az Újbácsai úti körforgalomban. Egy tájékoztató tábla is kerül a közelbe, hogy az ide érkezők is pontosan tudják, mit láthatnak a csomópontban. Az EYOF kockás körforgalom a tervek szerint augusztus 20-ára készül majd el teljesen.